Szervusztok, kedves hallgatóink! Ez a hét mesterlövésze szokásunk szerint 3-tól 5-ig, vasárnap is csak úgy, mint szombaton, hiszen ez a műsor minden hétvégén itt van veletek, újabban élőben, legújabban pedig Fuchs Péter kollégámmal és barátommal a mikrofon mögött. Sziasztok! A mai adásban szélhámos filmekről fogunk beszélni. Legalábbis ezt állítjuk. Olyan filmekről, igen, aztán majd megnézhetitek magatokat. Olyan filmekről, ahol valami nagy átverés zajlik. Persze nem látjuk a nagy átverést a sok kis átveréstől, ami zajlik az egész film során, és azt gondoljuk, hogy a kis átverések sorozata az majd elkápráztat minket, és majd ezzel megelégszik a rendező, de nem, mert a sok kis átverésből össze fog állni egy nagy. Bizonyos szituációkban egy átverést sokszor csak arra használnak, hogy elleplezzenek egy sokkal nagyobbat. És akkor a Meyer úgy csinál, mintha Balek lenne. És örömmel csinál úgy, hiszen nincsen nagyobb Balek, mint aki azt gondolja, hogy a Meyer, aki őt éppen átverni készül, egy nagyobb Balek, mint ő, sőt, ő az igazi Balek, de nem. Hát ez egy jó bonyolult eszmefutatás. Minél bonyolultabb, annál nagyobb az átverés a végén, az egész biztos. Szóval vannak ilyen szélhámosok, és vannak ilyen filmek, amelyek általában megtörtént esetek alapján készülnek. Tehát ilyen szélhámosságot kitalálni, az borzasztó nehéz, és azt is tudjuk, hogy az élet az a legjobb forgatókönyvíró, és általában véve elmondhatjuk, hogy ami az életben meg tud történni, az minden képzeletet képes felülmúlni. Most a szélhámos filmet könnyű csinálni, mert ugye mi azt látjuk, amit a kamera lát, és minket könnyű átverni. Tehát érted, a háta mögött van a keze, akkor azt csinál, amit akar, meg itt a piros, ott a pirosban is mindig el tudja rejteni, mert hát vágás van, ez mégiscsak film, könnyű átverni a nézőt, nem mutatják azt a bizonyos dolgot, ami a leglényegesebb, ugye hát ennek a alaptétele a tökéletes bűnözők, ahol Kaiser Szozé ugye szemszögéből van elmesélve az egész, az iskola példája annak, hogyan kell átverni a nézőt hagyományosan filmes eszközökkel. De itt most nem erről van szó, mi van olyan szélhámos filmekről beszélünk, ahol látjuk elvileg a trükköt, de aztán mégis a vége az lesz, hogy hoppá, hogy is van ez? Nézzük meg újra a filmet. Szóval ezek a bizonyos szélhámos filmek, amelyekről beszélni fogunk, ezek egy jól leírható, egy jól kivehető ívet írnak le a kezdetektől, egészen konkrétan és jól, mondom, jól felismerhetően a napjainkig, hogy aztán ezeknek a színvonala az emelkedő, vagy ereszkedő, vagy stagnáló, azt majd megkíséreljük mi magunk is megbecsülni, de a ti véleményetekre is számítunk a 0629-986-986-os SMS számunkon. Az első ilyen film, amelyről beszélni fogunk, pedig a Nagy Balhé című film, amely 1973-ban készült, és a főbb szerepekben Paul Newman, Robert Redford és Robert Shaw láthatóak. Hello! Ott ide gyorsan, ott ide, ide! Tessék, ez a te része. Igazi aranybánya volt a pasas. Merre mentél? Bizony éjszaknak. Le akart lépni az egésszel. A szemét, azt kapta, amit érdemelt. Elégedett vagy, Lucer? Hat lepedő. Elkéstél. Hol voltál? Volt egy-két elintézni valóm. Mennyit vesztettél? Az egészet. Egyetlen rohadt éjszaka alatt. Mi a francért szórod a pénzt? Így könnyen elkaphatnak. Először azért körülnéztem, nem voltak ott a zsaruk. Te becsületes zsebes vagy, de úgy viselkedsz, mint egy strici. Erre tanítottalak. Mi bajod van velem? Vesztettem én már máskor is. Ha igazán becsülnéd a szakmát, nem tetted volna. Szerinted nem értek hozzá? Te értesz hozzá a legjobban. Egyébként ezért szállok ki. Mi a fenét mondtál? Öreg vagyok én már ehhez hittel. Lelassultam, és ezzel bajba sodorhatlak téged is. Most szakítottuk le életünk legnagyobb dohányát. A semmi ahhoz képest, amit egy nagy balhéval szerezhetnél. Te is megcsináltad egy párszor. És te magad mondtad, hogy ez csak olcsó játék hülye gyerekeknek. Én soha nem csináltam meg a nagy balhét. De azért néhány dolgot én is megtanultam. Egy éhes négernek elég ritkán sikerül átejteni a gazdag pasikat. És az az igazság, hogy egész életemben erre vártam, Johnny. Itt az alkalom, hogy kilépjek, amíg nem késő. Ne csináld már. Ugyan mihez kezdenél? Az egyik öcsém bérbe vett egy legelőtt Kansasban. Átvenném tőle a felét. Nem túl izgalmas, tudom, de nagyrészt törvényes. Van egy régi barátom Chicagóban, Henry Gandorf. Szeretném, ha elmennél hozzá. Élő ember nincs nála nagyobb.
Mindenre megtanít, amit tudok. Kell a fenének. Én nem akarok mással dolgozni. Én befejeztem, Johnny. Hát jól van. Ha így akarod. Igen, így akarom. Ez egy brilliáns film. És a gyengébbek kedvéért elnézést, gyengébbek jelzőre elmondanám, hogy ez a fogadóirodás film. Tehát sokaknak így marad meg. Igen. A Paul Newmannek, meg a Robert Redfordnak a korábbi filmje, a Butch Cassidy és a Sundance kölyök, az annyira sikeres volt, és annyira népszerű volt, és akkora kultuszt eredményezett, hogy nem lehetett nem megismételni ennek a párosnak a következő dobását, és ez a film, ez az igazán klasszikus gangster világban játszódó, tehát ez az ilyen 30-as évek prohibíció, 30-as évek Chicagója, szesztilalom. Igen, ez a puha kalapok, meg igen. A csíkos öltönyök, meg a nadrágtartók. Tehát, hogy... Meg az ilyen dobtáros géppisztoly, amivel egy autó oldalába kapaszkodva mennek a gangsterek. Igen, meg a hatalmas gallérok. Meg, tehát, hogy pontosan ismerjük ezt a világot. Na most ennek a világnak egyik legklasszikusabb lenyomata az a Nagy Balhé című filmben követhető figyelemmel. És hát a kis bejátszás, amellyel éltünk, az is jól jelzi, hogy ezeknek a szélhámosoknak a világa, ez egy nagyon-nagyon szigorú szakmai alázatot követel meg tőlük. Tehát, hogy itt szó nincsen arról, hogy ezek a féle söpredék bűnözők lennének, hanem hihetetlenül hideg profik. Hát tulajdonképpen ez egy szakma. És egy olyan szakma, amiben nem lehet hibázni. És tehát, nagyon komoly szakmai önérzete. Igen, tehát a vízületék szerelő, hogy a féle szerel, akkor holnap kijön újra, vagy mondjuk jövő héten. A szélhámosnál nem lehet hibázni. Tehát nagyon, tehát ha egyszer lebuksz, kész vége. Tehát onnét megismernek, és annyi volt. Persze, de a szélhámosnak is lehet több dobása, hogyha egy civilt kopaszt meg, de hogyha egy minden hájjal megkent gangstert próbál megkopasztani, ahogyan ebben a filmben zajlik, hogy a Doyle Lanegan, akit a felejthetetlen Robert Shaw, ugye Hessler ezredesre talán emlékeztek, igen, a Halál 50 órájából, hogy csak egyetlen példát mondjak, vagy a Cápa vadászra a Cápa című filmből, igen. Tehát Robert Shaw az az egyik legnagyobb élő, valaha élt színész szerint. Igen, tehát ilyen Steven Seagal arca van, de tökéletesen, tehát erre a szerepre is tökéletes. Na és hát az ő megkopasztása zajlik ebben a filmben, de úgy, hogy mondom, több ízben beetetik. Igen, tehát a főnököt nem lehet megkopasztani, tehát abba belehalsz. A főnököt csak egyféleképpen lehet megkopasztani, hogyha a főnök azután, hogy megkopasztották, sem tudja meg, hogy megkopasztották. Hát ezt akartam mondani. És utána az élete végéig úgy éli le a komplett életét, hogy nem tudja meg soha. És hát ez a lényeg a szélhámos filmeknek egyébként. Tehát, hogy igen, és itt konkrétan ez a szituáció. Tehát ez azért viseli a Nagy Balhé címet, mert ez a létező, az elképzelhető legnehezebb meló a szélhámosok részéről. Itt egy komplett világot kell imitálni. Hát tulajdonképpen úgy kell kiúzniuk a pénzt a zsebéből, hogy utána ő köszönje meg. Igen. És hogy örüljön, hogy ennyivel megúszta. Igen. Egyedül nem fog menni. Kell egy csomó ember és pénz, hogy rendesen nézzek ki. Sok ismerősöm van. De most nem piti zsebmetszésről van szó, hanem Lanegant kell átvágni. Soha életemben nem voltam zsebes. Nem szabad tudni azután se, hogy elvetted a pénzét, nem tudhatja meg, hogy átvágtuk. Ennyire fél tőle? Tele van a nadrágom, apuskám. Az az ember, aki ennyi pénzért képes megölni valakit, nem érdemel kíméletet. Segít nekem. De nem akarok forró fejüveket, akik nem tudják, mit lehet és mit nem, és soha nem elégedettek semmivel. Hogyha azt szeretnénk felbecsülni, hogy mi lehet vajon a különbség a szélhámosok meg a többi bűnözők között, tehát hogy a megítélésben milyen differenciát tudunk érzékelni, vagy hogyan tudnám ezt a legjobban érzékeltetni, hát azt tudnám mondani, hogy szélhámosnak lenni olyan, mint horgászni. Nem is véletlen, hogy a Nagy Balhé című filmben a horog, a csali és minden egyéb a horgászáshoz szükséges segédeszköz az mind-mind-mind egy-egy fejezet cím. Szóval olyan, mint horgászni. Egy csalit akasztani egy horogra, bedobni a vízbe, és utána a hal hiszékenységével, vagy a hal primitív ösztönvilágával visszaélve kifogni őt. Tehát, hogy a horgászás során nem a horgász az, aki egyedül felelős a hal haláláért. Abban a hal nagyon vastagon benne hát, van. A hal nagyon éhes volt, nagyon falánkolt, és egy kicsit buta, tegyük hozzá.
Most... Amit szégyel egyébként, tehát ha most itt visszavetítjük a mi világunkra, sokan a szélhámosok áldozatai közül szégyelik, hogy ilyen buták voltak. Tehát most legyen szó akár internetes átverésről, akár arról, hogy két rosszul öltözött ember odajön, hogy valami akar tőled, és adjál neki kölcsön erre meg erre, és nagyon sokan szégyelik, hogy bedöltek egy ennyire ócska tüknek, pedig a szélhámosságnak pont az a lényege, hogy amúgy minden rendben, úgy tűnik, hogy minden rendben van. Tehát alapvetően jó a sztori, de valami kicsit kilóg. Mindig nagyon kicsit. Szóval a szélhámosság olyan, mint a horgászat. Most a lopás, meg a rablás, tehát a tolvajok és rablók világa, az már sokkal inkább olyan, mint a halászat. Amikor bedobok a vízbe egy nagy hálót, és egyszerűen lehúzom a halálományt, belehúzom a hajóba a halálományt. Tehát, hogy ott igazából nem kap esélyt az áldozat. Tehát, amikor fogok egy fegyvert, ráfogom valakire, és azt mondom, hogy add ide a táskádat, ott az egy... Robi most egyébként egy tollal hadonászik, úgy tartva, mint egy pisztolyt. Na hát igen, én magam is szeretnék ennyire menő gyerek lenni, aki csak úgy elszedi a másoktól a másét. És akkor létezik az olyan, mint a gyilkosság. Ami meg már olyan, mint amikor egy kézigránátot dobsz a tóba, följönnek a halak, és akkor azokat bedobálod a csónakba. Tehát itt azt kell látni, hogy ezek nagyon-nagyon jól elkülöníthető fogalmak, és hogy a szélhámosok azok nagyon-nagyon békés figurák. Tehát, hogy ők a leges legutolsó esetben folyamodnának erőszakhoz, soha semmilyen körülmények között nem lopnának el tőled úgy valamit, hogy kirángatják a kezedből, mert ők irtóznak ettől. Tehát ők az utolsó pillanatig föntartják a jó hiszeműségnek az illúzióját és a jó kapcsolatot veled. Őnekik a rémálmuk az, hogy ők bármit erőszakoskodni jöjjük kelljen, vagy őnekik még téged meg kelljen ütniük, vagy ők nem értenek ehhez, és irtóznak ettől, és ők mindent az intellektusukra bíznak, minden mentális síkon zajlik, semmi sem fizikai síkon. Igen, hamisítók, szélhámosok, hamisításnak is pontosan ez a lényege, hogy senkit, tehát elvileg senkit nem károsít meg, de közben meg igen, tehát ugyanaz, mint a áfacsaló, hogy azért mindegyikünknek a zsebéből lopja ki. Én azt a különbséget látom inkább, hogy amikor kirabolnak, vagy lopnak tőled, akkor egy ilyen hirtelen ijegység, hirtelen félelem, hát amikor kirabolnak, nem azért adod a pénzt, mert rablás van, hanem azért, mert félsz, hogy meggyilkolnak, vagy bántani fognak egyáltalán. Tehát az egy ilyen hihetetlen, és félsz tőle, előtte félsz nagyon sokáig, hogy úristen, mi lesz, hogyha a sötét utcán merek haza, és utána még jobban félsz, ha egyszer megtörtént vele. Most a szélhámosság, egy kicsit más. Nem marad utána ez a neurózis. Hát igen. Tehát egyszerűen nem jár azzal a traumával, mert hogy nem helyeznek kilátásba semmi borzalmasat. Tehát a rablás, tehát bármilyen rablás esetében a mérlegnek két serpenyője van, az egyikben te vagy fekszel a koporsódban, a másikban pedig hát megfosztanak a javaittól. Igen. Hát egyik sem egy jó szituáció. A szélhámosság meg olyan, hogy úgy esel át rajta, mint egy műtéten altatásban. Lehet, hogy észre sem veszed egyébként. Ebben a filmben, tehát az, akit átvertek, és akit gyakorlatilag a jó fiúk, mert hát itt jó fiúk a filmben, hát így helyre tettek, az fogalma sincs róla, hogy vele milyen rossz dolog történt. Ő azt hiszi, hogy a srácokat meg elvitte az FBI, és végük van konkrétan. Pedig hát nem ez igazság. Ez azért egy zseniális film, a Nagy Balhé, túl nem lépve a zenéjén, ami szintén brilliáns, mert, és filmjelez egy egész korszakot. Igen, jól hozza ezeknek a illegális csapszékeknek a nyugodt hangulat, tehát nem szabad hangoskodni, mert a rendőrség leleplezi őket, tehát ilyen nyugodt, egyszerű zene folyik, és lehet iszogatni. Gergő azt írja, van erre büntetőjogi kategória, intellektuális bűnözés. Az egy kicsit másra szokták használni ezt a nagyobb formátumú adócsalásokra szokták, nem? Hát igen, meg a közpénzek elherdálására. Szerintem ebben nem menjünk bele. Nekem az a mániám, hogy nem lehet semmiről sem politika nélkül beszélni, tehát még a főzésről sem. Na most, milyen szerencs, hogy nem kell igen, politika nem nélkül kell. Beszélni igen, semmiről. Igen. Szóval, nem menjünk bele. A Nagy Balhé című film azért egyedülálló, mert ugye kétféle filmet ismerünk. Az egyik az az, ahol ilyen szélhámos filmet, vagy átverős filmet, ahol egy nagy átverés zajlik, és te lépésről lépésre követed az átverésnek a folyamatát, és hát egy hatalmas élmény a számodra, hogy hogyan zajlik ez az egész, és egy betekintést nyerhet. Ez tulajdonképpen ez a vígjátéki műfaj. Igen, tehát igen. A vígjáték ilyen, a Shakespeare-i vígjáték is ilyen, hagyományosan mindent tudunk, tehát mi vagyunk a Isten nézőpont, pontosan tudjuk, hogy valójában az a lényeg, hogy a A-nak a B a lánya, és ennek ki kell derülnie valamikor.
ezt mondtad most el, és a másik műfaj, másik folyam, amikor nem vagyunk beavatva. A másik, amikor nem vagyunk beavatva, végig hiszünk valamit, és a végén megcsavarják a fejünket, és kiderül, hogy nem is úgy, hanem amúgy. Na most ez a film, ez a kettőt ötvözi, ugyanis az első lépéstől kezdve be vagyunk avatva, és nézzük végig, hogy hogyan zajlik az egész, és egy ponton elereszti a kezünket a néző, de mi ezt nem tudjuk. Mi azt hiszük, hogy végig be vagyunk avatva a rendező, vagy a rendező, igen, mondjuk. Igen, a rendező. Szóval, hogy végig be vagyunk avatva a cselekménybe, belép a cselekménybe az FBI, hirtelen a hőseink azok két tűz közé kerülnek, ugye egyik oldalról Doyle Lanegan, a gátlástalan gangster, akinek az átverésére készülnek, a másik oldalról az FBI, amelyik szorongatja a töküket, és már úgy tűnik, hogy kénytelenek elárulni egymást, és hogy egymás ellen fordulnak, és hogy belülről számolja fel magát ez a banda, mint a Kutyaszorító című filmben, vagy a Kutyaszorítóban című filmben, és aztán a filmnek a végén nem áruljuk el hogyan, de kiderül, hogy egyszerre lett átverve az FBI, Doyle Lanegan és a néző. Tehát, hogy ott találjuk magunkat Doyle Lanegan és az FBI. Ezek csak a néző élvezik. Igen. Szóval, illetve hát Doyle Lanegan is örülhet, hogy megúszta, persze nem tudja, hogy mit. És nem, tehát ennél nincsen nagyobb csőbehúzás, mint amikor egy komplett világot adnak el neked, és az életed végéig abban a világban fogsz élni. Tehát soha az életedben nem tudod meg, hogy mi történt veled. Kelly vagyok, Shaw küldött. A főnök aztán tud kártyázni, Mr. Kelly. Hogy csinálja? Csal. És ebben az esetben nem adok neki egy fityinget sem. Nem is lenne miből. Itt a tárcája. Felbérelted nőt, hogy lopja el. Shaw megtudta, hogy maga csalni szokott. Ezért nem volt neki nehéz az sem, hogy megkopassza. Hogy mersz velem így beszélni? Engem még soha sem vert át. Vidd ki a WC-be és eresz egyet a fejébe. Az Isten szerelmére. De hát Shaw-nak négy tanúja is van. Jól van. Akkor menj ki, keresd meg azt a másik rohadékot is, és topj őket az első alagútban. Hogy? Néhány perc múlva befutunk az állomásra. Tenni, ha kinyírná azt, akinek tartozik. Vannak ennél jobb módszerek is. Azt hiszi, Shaw örülne, ha megtudná, hogy pofáztam. Oké. Miért küldted be? Hát akarom venni az üzletét, és ehhez magára van szükségem. Hol van belül a pénzem? A főnöknél. Hogy a fenébe vehettem volna vissza. Miből gondolod, hogy át tudod verni? Én már két éve készülök erre. Az üzletnek ismerem minden csínyát, bínyát, de szükségem lenne valakire, aki tiszteletre méltó, de azért nem fethetetlen. Én bankár vagyok, Kelly, és tökéletesen fethetetlen. Csak egyszer-kétszer kéne fogadni a Shaw-nál. A többit elintézem én. Én hozom a pénzt, és hozom a fülest. Mi lesz a pénzzel, amit oda kellett volna adnom neked? Azt mondom, hogy kifizette. Én vezetem a könyvelését. Ha segít, azt is visszafizetem, amit magától lopott el. Ilyen sokat ér ez neked? Igen. Ilyen sokat. Pár milliót is. Hey Floyd, jobb, ha távol tartod magad a fiatalembertől, nehogy neked is ötleteket adjon. Holnap pont 13:30 Klein vendéglőjében leszek. A Marshall Street-en megtalálhat. Ha nem vagyok ott 3:45, akkor ne várjon. Harry Gandorf és Johnny Hooker szövetsége, mégpedig, hogy az ő jó barátjukat, vagy az ő jó barátjuknak a halálát megbosszulják. Egy olyan gátlástalan gengszterrel szemben, akivel kapcsolatban hát így nincs túl sok lehetőség a hibázásra. És akit nem is fogunk sajnálni egyébként. Egyáltalán nem. Ez tényleg egy brilliáns terv, és az ember könnyen lesz paranoid skizofrén, hogyha ennek a filmnek a nyomán képzeli el a saját életét. Tehát annál nincs is, el sem képzelhető nagyobb átverés, amikor azt nézed, hogy kiver át, de kizárólag olyan emberek vannak körülötted, akik egy komplett valóságot vetítenek köréd. Tehát gyakorlatilag mindenki, az egész iroda be van díszletezve. Igen, egész tehát, világ egy nagy átverés. Igen, és minden rád irányul, tehát, hogy mindenki csak rád kíváncsi, mert téged fog átverni. Na most, hogyha elkezdtek így gondolkodni, nagyon hamar a gumiszobában fogjátok találni magatokat. Tehát, ugye, vagy rádióstúdióban. Egy valami egészen biztos, hogy ha ilyen valaha valakivel megtörtént, és ha ezt nem titok ugyanis, hogy ezeknek a gangsterfilmeknek, ezeknek a szélhámos, főleg a szélhámos filmeknek a cselekményéül általában megtörtént esetek szolgálnak. Tehát, hogy ilyeneket eléggé nehéz kitalálni. Igen. És tudjuk, hogy akkora olyan mennyiségű változóval dolgozik az élet,
a természet, vagy a társadalmi valóságunk, hogy, hogy minden megtörténik a világban, a külvilágban, amit csak el tudunk képzelni. Tehát nem tudsz olyat elképzelni, ami még valahol meg ne történt volna. Ha ezt valaha valakivel megcsinálták, hát én magam részéről nem lennék az illető bőrében. Hát ez a film szerintem egy nagyon erős 8-as, így leginkább a 9-es felé hunkorodik. Nem, ugyanígy gondolom. 8,5. Fuchs Petivel 0629986986 az SMS számunk. Azt írja nekünk Truman, akinek a neve igaz embert jelent, tehát kénytelenek leszünk elhinni, amit ír, hogy igen, ez egy megtörtént eset. Mármint a nagy balhé cselekménye. Ezek szerint igen. Jó. Én szeretném hinni, hogy igen, mert olyan jó lenne hinni benne, hogy az az életben megtörténhet, mert van igazság a filmben? Földön? Igen, egyrészt, másrészt meg, hogy, hogy így tudod, minden takra sikerül egy filmben, azon nem kell csodálkozni, hiszen írva van, vágva van, forgatva van, szerepek tanulva vannak, minden, tehát aki, akit átvernek, az pontosan tudja, hogy hogyan játssz el azt, hogy őt éppen nagyon átverik, tehát minden így az életben így történjen. Biztos, hogy ti mindannyian ismeritek azt az állapotot, amikor valaki beszól nektek valami nagyon csúnyát, nagyon meg vagytok alázva, és... két perccel később eszetekbe jut a tökéletes válasz, amikor már nem lehet elmondani, és utána egész éjjel, amikor nem tudtok aludni, és forgulódtok az egótoknak a levében, amit kizzadtatok, akkor így folyamatosan az jár az agyatokba, hogy úristen, ha mekkora lett volna, hogyha akkor azt válaszolom erre, és kész. A kedves hallgatók most beletekinthettek Puzsér Robert életébe. Igen, igen, ilyenek. Én minden éjjel valakinek válaszolni akarok valamit, de sosincs időben a nyelvemen. Szóval 0629986986. Ez az SMS számunk. Én is mindig jól belekapaszkodom az SMS számba, amikor valami kínos téma merül fel. Írjatok nekünk, melyek azok a szélhámos filmek, amelyek a ti kedvenceitek. Bevallom őszintén, hogy a Ocean's Eleven, vagyis a... Mi annak az Ocean's Eleven-nek a magyar címe? Hát fogalmam sincs. Ocean's Eleven, talán le se fordították. Igen. Szóval az Ocean's Eleven az szerintem egy nagyon-nagyon-nagyon komoly film. Tehát nekem az nagyon-nagyon tetszett. Igen, de most nem az jön? Nem az jön, viszont óvakodjatok az Ocean's 12 meg az Ocean's 13 című filmektől, mert egyik rosszabb, mint a másik. Tehát, hogy ezt is minek kellett folytatni, nem értem. Az Ocean's Eleven-nek a végén van egy akkora csavar, egy akkora átverés, na az egy igazi szélhámos film, hogy az embernek kiesik az Ádám csutkája. Annyira komoly, hogy én, amikor először láttam, nekem másnap reggel meg kellett néznem újra a filmet, mielőtt visszavittem a TK-ba, mert nem akartam elhinni. Tehát ez egyébként a szélhámos filmnek egy gyakori esete, vagy ilyen fenoménja, hogy újra nézed. Tehát ha akkor ő a szélhámos film, igazából már olyan filmeket hoztunk, amelyet hát nem viszel vissza másnap, mert megnézed még egyszer. Sőt, sokszor megnézed újra, sőt, előbb kiveszed, mint hogy elfelejtenéd, hogy mi is volt ez a film, mert újra látni akarod. Meg imádod megnézetni másokkal. Igen. Te ilyen iszonyatosan durva alma vigyarral ülsz a kanapén, miközben azok így unottan nézik, hogy na, miért olyan jó ez a film. No. És a végén ők is úgy fognak küldni majd a következő igen. kanapénban, amikor ők másokkal nézhetik meg. Így járnak körbe ezek a filmek, mint a féle mémek. Én viszont... egy valami viszont nagyon idegesít az Ocean's Eleven-ben, ami az Ocean's Eleven esetében még nem idegesített annyira, csak aztán miután eltűnt az ötlet, és maradtak ezek a manírok, azután ez nagyon felerősödött, azaz ordinári májerkedés és playboykodás és ilyen milliárdos agyjátszás meg pózolás, meg azok a nagyon takra írt forgatókönyvek és a nagyon élére vágott dialógusok és mindenki annyira májer is, mi ezek egymástól függetlenül külön-külön kiszarnak egy univerzumot, de így együtt, amikor összefognak, akkor legyakják a világot és mindenkit átvernek, beleértve a nézőt, és mindehhez pedig nem tartozik hozzá egy brilliáns forgatókönyv, hát csak azért, az első rész esetében. Robi, ez azért volt, mert első rész az remake volt, a másik kettő pedig saját kutfő. Ből. Így nehéz. Tehát de egy... akkor meg minek? És, tehát, hát pénz nyilván. Szóval ez a szörnyű, amikor azt látja az ember, amikor hogy ez a rendező szélhámos. Igen. Rendező szélhámossá válik, és mit tanult meg a filmből, hogy hogyan kell lehúzni még egyszer és még kétszer a nézőt. Tehát, hogy ez a rosszféle tanulság, azt gondolom. Tehát, hogy ne rajtunk tollasodjon, inkább a mi szórakozásunk révén, ha egy mód van rá. Most egy kedves SMS író beküldte a belső embert. Azt hozzátenném, hogy a belső embert inkább majd a Fuchs Péter kedvenc filmjei négyesbe tesszük bele, mint a szélhámos filmekbe. Jó szavazat, de majd később. Én nagyon kedvelem a Spike Lee-t, bevallom. Szerintem a belső ember koránt sem a legjobb filmje. Szerintem de igen. Igen? Igen. Te azt gondolsz, hogy ez a legjobb filmje. Nem, szeretem. Viszont egy olyan filmmel folytatjuk, amely
amely szintén veretes darabja ennek az átverős kategóriának, ez a film pedig a Kapj el, ha tudsz című Steven Spielberg által rendezett akit film. Akit nagy szélhámosnak is becéznek egyébként Hollywoodban. A Spielberget? Igen. És miért, vajon? Hát nagyon jól tud mesélni, tehát nagyon jól, tehát olyan szinten elhiszed, ami a vásznon van, hogy utána kijössz a moziból, és úristen, ezzel emberrel találkoznom kell, aki a vásznon szerepel, pedig hát nem sok köze volt hozzá. Tegyük hozzá, hogy a Kapj el, ha tudsznak a főhőséhez sem nagyon-nagyon sok köze van annak a személynek, akiről ez a történet szól, mert ugye ez eredeti... egy megtörtént eset alapján igen, megtörtént készült. Alapján készült film, ez egy 16 és 21 éves kora között majdnem 3 millió dollárnyi csekket hamisító szélhámos gyerek volt, akinek hát itt a filmben eléggé drámaian van beállítva az élete. Ja, meg hát a gyerekkora, igen. Hogy az ő sanyarú gyerekkora determinálta ezt a bűnöző karriert, na erről szó nem volt. Hát, de volt némi köze hozzá a valós, tehát nem egyedüli testvér volt, mint ahogy a filmben van, nagy család volt, apa nem volt ennyire rossz helyzetben, és amikor és elkezdett... És nem volt akkor a ribanc. Igen, és amikor elkezdett csekeket hamisítani, akkor először az apja rovására hamisított, tehát nem úgy volt az, hogy egy ilyen szerencsétlen hát ilyen a szakadék felé tartó apa, és akkor ebből való kitörési kényszer, hanem ő egyszerűen, tehát bejött neki ez a műfaj, tehát ő egy jó hamisító volt, és szélhámos. Ez Frank Ebbingnél és Carl Henretti, vagyis Leonardo DiCaprio és Tom Hanks párbaja, vagy üldözése, üldöztetése, amely hát rendkívül fordulatos, és hát igazából az a jó benne, hogy háromszor is karnyújtásnyira van Frank Ebbingnél attól, hogy Henretti nyomozó elkapja, az FBI nyomozója. És újra kereketolt, és újra. Igen. Nem, hát nyilván nem, de hát a nagy szélhámos azért kiszínezi a valóságot annak érdekében, hogy mi mindnyájan jól szórakozzunk, hogy aztán ez átverése, vagy sem, az döntsétek el ti, és szolgáljon ennek. Fórumául a 0629986986-os SMS szám. Mr. és Mrs. Ebbingnél szó nincs arról, hogy a fiúk ne járna be. Sajnálattal közlöm, hogy az elmúlt hétig Frank tartotta meg Mrs. Glazer francia óráit. Hogy mondja? A maguk fia úgy csinált, mintha ő volna a helyettes tanár. Oktatta a diákokat, leckét adott nekik. Mrs. Glazer beteg volt, és valami keveredés volt az igazi helyettessel. A maguk fia tegnap szülői értekezletet is tartott, és tanulmányi kirándulást tervezett egy francia pékségbe, Trentonba. Értik már, mi a probléma? Csendet kérek! A nevem Mr. Ebbingnél! Ebbingnél! Nem Ebbingnáli, sem Ebbingnéli, hanem Ebbingnél! Valaki megmondaná, hogy hol tartotok a könyvben? Ha még egyszer meg kell kérdeznem, felírom az egész osztályt! Üljetek le! Hetes lecke. Nyissátok ki a könyveket a nyolcas leckénél, és kezdjük. Elnézést, hogy hívnak? Brad, állj ki szépen! Ide az osztály elé, és olvasd az ötös párbeszédet. Les Français sont généralement considers comme people... Ide küldtek? Azért, hogy helyettesítsem Robertát. Dixonból jöttem idáig. Nos, Robertát én helyettesítem. Miért nem olvasol? Ils sont très fiers. Sosem jövök többé a Bellamy Jeffersonba. Szóljon, hogy ne hívjanak. Azt hiszik, könnyű egy korombeli nőnek utazgatni ennyi pénzért. Nincsenek rám tekintettel. Annyira komoly. Amikor ez a srác, ez besétál ebbe az osztályterembe, és senkinek nem tűnik fel, hogy ugyanannyi idős, mint az osztály, mert mint az osztály tagjai, mert hogy a fellépése, meg az öltözködése, meg a gesztusvilága, tehát hogy egyszerűen amikor én azt mondom, hogy leülsz, akkor eszedbe sem jut az, hogy én esetleg nem vagyok a tanár, hiszen honnan is venném magamnak a bátorságot, hogy ilyen hangot üssek meg, hogy én egy diák lennék. Bizonyára tudják, de hát Robi volt történelem tanár. Igen, tehát ez egy hirtelen emlék fölmerülése volt, amit imént hallottak. Igen, és ezek nem a legszebb emlékeim valóban. Én is, mintha átverve éreztem volna magam. Nem erről volt szó, amikor én a pedagógusnak készültem, mint ami ebből a dologból végül lett. Szóval a Kapj el, ha tudsz kapcsán írja nekünk Oli, vége szánalmas a börtön jelenetnél. Amikor nagyjából, csúszik, mászik? Vagy igen, nagyjából egyetértek. Nagyon sok szirup van benne.
Tehát olyan ilyen csúsztatás, amitől tényleg nagyon drámainak tűnik az egész film, de hát mondjuk ez a... Van az a jelenet, amikor Franciaországban rajta üt a Tom Hanks, és ilyen repkednek a csekkek. Hát az inkább úgy néz ki, mint egy ilyen allegorikus történet, mint a valóság, és ez... Tehát ettől... Tehát szerintem ez a gyengéje ennek a filmnek, hogy ilyen túl szirupossá teszi ezt a hősi áldozat hamisító szerepét, és túl nagyítja. Pontosan ez a jó szóra. Judas Spielberg az Mr. Hollywood. Igen. És más szempontból is ízléstelen ez a film. Tehát, hogy itt arról van szó, hogy ez a szerencsétlen srác, ez a otthonról, a családjából hozott neurózis miatt lépett erre az útra, és lett ez a bűnöző, akit hát úgy kedvelünk, mert hát még mindig egy ilyen éretlen kamasz, akinek ilyen kis tikliei vannak, csak hát olyan ügyes és olyan tehetséges, hogy ezt ő nagyban csinálja, és államokon keresztül az FBI üldözi őt, és nem tudja, hány millió dollárra károsítja meg az amerikai államot, meg a bankrendszert, de amikor végül elkapják, akkor igazából nincs másra szüksége, csak egy igazi apa figurára, vagy egy jó bátyra, ugye Herretti nyomozóra, aki fölveszi őt az FBI-hoz, és akkor a happy end ennek az, a happy endje, hogy ez a vásott kölyök, ez végül beilleszkedik a rendszerbe, megtalálja a maga helyét a világban, és jó polgárrá válva, ő lesz a hamisítási osztálynak a vezetője az FBI-nál, vagy legalábbis az egyik munkatársa. Tehát, hogy ez szerintem hogy mondjam, tehát, hogy biztos, hogy szüksége van ennek a rendszernek arra, hogy Steven Spielberg nagy erőkkel támogassa meg annak érdekében, hogy ezek azért mégiscsak bűnözők, megbocsájtunk nekik, hogyha levezeklik az FBI hamisítási osztályán mindazt, amit a társadalommal szemben tettek. Tehát, hogy mi szükség van erre a csendőr attitűdre a Spielberg részéről? Tehát, hogy miért nem tud ennél sokkal távolságtartóbb lenni, és egyszerűen elmesélni egy történetet? Én például a Scorsese-t azért szeretem nagyon, mert a Scorsese-nak ilyen gesztusai sosincsenek. Tehát, hogy ő mindig arra korlátozza a saját kompetenciáját, hogy megmutatja, hogy ez a világ hogy működik. Nem bíráskodik, nem akar döntőbíró lenni, nem akarja a néző kezét fogni, és elmagyarázni neki, hogy kedves néző, jól szórakoztunk az elmúlt 60 perc során azon, hogy miket csinál ez az ember, de azért lássuk be, hogy ez az ember egy bűnöző. Az FBI-nál lenne a hely, ahol a hamisítási osztályon végre a társadalom hasznos tagjává válhat, és valóban, és a végén úgy tudunk igazán megkönnyebbülten fölállni a fotelből, hogyha belátjuk, hogy igen, apukám, megérdemelted, hogy túlélted a háborút, és igen, jó ember voltál, és Robi, örülhetsz, hogy túlélted a háborút, stb. Arról a rendezőről beszélünk, aki azért forgat fekete-fehérben filmet a holokausztról, mert úgy igazívnak tűnik. Na most, ez a gics neked ilyen nagyon-nagyon magas fok, ami keres benne a piros kabátos kislány, ez a mert kérdés. Az még gicsesebb ettől így. Ja, szóval itt is ez neki elleme ez a típusú gics. Van az a jelenet, talán ez a filmben a legszomorúbb és legrémisztőbb rész, amikor ugye kimenekül repülőből. Ez megtörtént. Tehát ő a WC-n keresztül kimászott a gépből. Kimenekül, és ott elfut. Na most nem az volt, hogy mezitláb futott a anyuka házáig, ahol aztán a üvegre oda tette a kezét a kisugához. Nem az történt. Ő elrohant az első olyan helyre, ahol pénzt rejtett el, fölkapta a 20 000 dollárt, és megpróbált meglépni valahova egy busszal. Na most... Igen, és gusztustalan, ami... Tehát igen, ez így nem szép. Az a baj, hogy Frank Ebbingnél, mint bűnöző, az ő karaktere az így el van kenve. A Carl Henretti, aki meg egy kőkemény kopó, ugye, ő a FBI-nak a nyomozója, ő meg így idealizálva van, mint egy ilyen jó apa. És aki karácsonykor elcseveg. Igen, és ettől olyan ízléstelen ez az egész. Itt Henretti, boldog karácsonyt. Jó estét, Carl. Jó estét. Barry Allen, titkos szolgálat. Jó néhány órája próbálom lenyomozni, hogy hol vagy. Mit akarsz? Bocsánatot akarok kérni azért, ami Los Angelesben történt. Nem, tőlem te ne kérj bocsánatot. Szenteste mindig dolgozol, Carl? Elvállaltam, hogy a családosok hazamehessenek. Los Angelesben, mintha lett volna jegygyűrűd. Azt hittem, van családod. Nem, nincsen. Ha beszélni akarsz, akkor beszéljünk szemtől szembe. Rendben. A Stuyvesant Arms-ban vagyok, a 3113-asban. Reggel elmegyek Vegasba, a hétvégére. Azt hiszed, megint átverhetsz?
Nem mész te Vegasba, és nem vagy a hotelban. Bírnád, ha küldenék 20 ügynököt, szenteste, akik berontanának. És te megint jól bolondá tennél minket. Nagyon sajnálom, hogy bolondá tettelek. De komolyan? Nem. De tényleg, nem viccelek. Bocsánat, te kérek. Egyáltalán nem sajnálsz engem. Tudod mit? Tudtam, hogy te vagy. Nem tettem rád a bilincset, de tudtam. Amit nem mondasz ki, az nem derül ki, Carl. Akkor azt mondd meg, Barry ellen titkos szolgálat. Honnan tudtad, hogy nem nézem meg a tárcádat? Abból, amiért a Yankees mindig nyer. Mert mindenki egyfolytában a csíkjaikra figyel. A Yankees Mickey Mantle miatt nyer. Senki sem fogad a mezekre. Biztos vagy ebben, Carl? Abban vagyok biztos, hogy el fognak kapni. Így vagy úgy, ez matematikai tény. Ez olyan, mint Vegas. Mindig a ház nyer. Nos, Carl, sajnálom, de most le kell tennem. Nem is azért hívtál, hogy bocsánatot kérj. Hogy érted? Nincs, akit felhívhatnál. Jaj, Istenem. Szóval nem tudom, tehát nem tudom, hogy miért kell mindig moralizálni, ha kell, ha nem, ha kéri a néző, ha nem, vagy ha kéri a koncepció. Általában a nézőt idegesíti, hogyha moralizálnak. Tehát a néző azt szereti, nem sok hogyha, néző igényli. Jó, várjál, most többféle nézőről beszélünk. A műsorunkat hallgató nézők általában olyan nézők, akik nem szeretik, hogyha szájukba rágják a dolgokat. Tehát amit mi csinálunk, az még éppen valószínűleg nem oda tartozik, hogy szájba rágás, hanem inkább felhívjuk a figyelmet érdekes dolgokra. De amikor ilyen nyálasan valakinek megmondják, hogy neked szeretni kell ezt a karaktert, még nem szereted? Szeresd, gyerünk, és még sok-sok életen keresztül próbálják megszeretetni, az hát nálam például nem működik, és szerintem a legtöbb hallgatónk is egyetért ebben. Kaptunk SMS-eket. Nemrég rendesen lehúztátok Tom Hanks-et. Itt mit szóltok hozzá, kérdezi Zsolt. Hát kevés a Tom Hanks, mint mockósajban a brummogás, azt tudom mondani, itt is, mint mindig. Tehát ő a Forrest Gumpon kívül, az én nekem soha sehol nem bizonyított nekem a semmit. Tom Hanks az egy ilyen őszinte tekintetű ember, aki egy szigeten ragadt Forrest Gumpként. Tehát körülbelül ezek a szerepei így összemosodnak. Szerintem a Tom Hanks az alig színész. Tehát, hogy az a színészségnek a definícióját alulról súrolja, ez az igazság. Tom Hanks se játszott még Tom Hanksen kívül, viszonylag kevés dolgot játszott el Tom Hanksen kívül. Nagyon szórakoztató, szélhámos film, a Riviera vadorzói. Semmi kétség, a Riviera vadorzói az az egyik legjobb szélhámos film valaha, és az egyértelműen legjobb szélhámos vígjáték valaha. Igen. Tehát a Riviera vadorzóit, ha még van köztetek olyan, aki nem látta, akkor felejts el ezt a műsort, itt és most kapcsolja ki a rádiót, és menjen rá a Riviera vadorzóira, mert sokkal fontosabb, hasznosabb küldetés. Aztán... nagyon jó film, tetszik, hogy megvezeti az embereket. Hát igen, ez a jó benne. Ami a brilliáns, amikor Henretti nyomozó rajta kapja őt a szállodai szobában, ő meg kim van a fürdőszobában, és a fürdőszobában van valami 5 másodperc, amíg Henretti nyomozó üvöltözik a szobában, hogy FBI nyissa ki, stb. És úgy jön ki, mint egy titkosszolgálati tiszt. Igen. És irdatlanul leoltja Henretti nyomozót. Sajnos már elkaptuk. És tökéletesen használja ki az öreg urat, a vaköreg urat, akit vezetnek le, és vezetnek be a kocsiba. Jó, hát igen, az egy nagyon-nagyon erős jelenet. Igen. Szóval a Spielberggel is az a gond, hogy hatalmas jeleneteket képes legyártani, csak ezekből úgy egy masszívan, magas színvonalú, egyenletesen kvalifikált film valahogy sosem jön ki. Tehát, hogy mindig valahol elcsúszunk, és mindig valami nyál oda csordul a végére, amin aztán elcsúszik az egész koncepció. Brenda, szeretsz, igaz? Igen. De szeretsz tűzön vizen át? Igen. Úgy értem, akkor is, ha beteg lennék, vagy szegény, vagy más nevem lenne. Honnét van ez a rengeteg pénz? Brenda, figyelj! Egy név. Ugye egy név az nem számít. A nevem Frank Connors, ugye? Neked én az vagyok. Mindenkinek vannak titkai. Tudod, néha amikor utazom, a Frank Taylor nevet használom. Ez a titkom. Frank Taylor? Igen, Frank Taylor. Tudod, Frank Black, érted ez? Frank Black? Igen, de ez mindegy. Miért mondod most ezeket? Brenda, nem akarok többé hazudni neked. Érted? Nem vagyok doktor, sose jártam orvosira. Nem vagyok ügyvéd, se harvardi diplomás, se luteránus. Elszöktem otthonról másfél éve, 16 évesen. Frank!
Frank! Nem vagy luteránus? Brenda, látod ezt a sok pénzt? Látod ezt a pénzt? Van több is! Van még sokkal több! Van elég, hogy kitartson nekünk! Egész életükre! Nézd! Frank, ne bolondozz! Te Frank Connors vagy! Frank Connors vagy és 28 éves vagy! Nem, Brenda! Miért hazudtál nekem? Brenda! Brenda! Akkor mi a neved? Figyelj ide! Mi a neved? Brenda, ott élhetünk, ahol csak akarunk! De bíznod kell bennem, Brenda! Bízol benne? Igen! Szeretsz engem, Brenda? Igen! Szeretsz engem? Szeretlek! Komplett bőröndöket nyitogat ki itt ebben a jelenetben a kölyökképű DiCaprio, amelyek te fullra vannak pénzzel, dollárral, és azt hát, csinálja, hát az, az a hatalmas pillanat, amikor dollárokat söpör ki a bőröndből, hogy elférjen benne az alsógatyája, igen, meg a pulóvere, igen, és próbálja beletuszkolni a bőröndbe, és a dollárokat meg is söpri ki belőle. Mint nem érdekes. Hát, de minek neki a gatyája? Hát abból a pénzből, aminek a helyén elfér a gatyája, abból hány gatyát vehet magának? És nem, mert a gatyáját az így belerakja a bőröndbe. Jó, mondjuk azért a fejlőmúlban sem úgy mész be, két bőrönd van nálad a pénzen. Jó, de tényleg hatalmas pillanatai vannak ennek a filmnek, semmi kétség. És hát kaptunk jó pár SMS-t. Legfrissebb szélhámos filmélmény Inception, írja nekünk Zsolt. Szerintem az Inception az nem szélhámos film. Egyébként nekem tetszett. De szerintem az Inceptionben mi a szélhámos? De végül is az! Csak ez szerintem az sokkal inkább egy science fiction. Te nem láttad, ahogyan ilyen üveges tekintettel bólogatsz, úgy látom, hogy... Még mindig nem sikerült a 4 hónapos lányom mellett találnunk valakit, aki vigyáz rá egy Inception ideig. Valami harmadik az IMDb-n, az Inception? Hát ez a Dark Knight eset. Tehát, effektus, hogy valahogy föllőtték olyan magasra a lelkes 14, 13, 12, 11, 10 éves rajongók. Ez egy lényegesen jobb film, mint a Dark Knight, de az egy rossz vicc, hogy ez harmadik. Majd egyszer sikerül megnéznem akkor. Szóval szerintem az már annyira science fiction, vagy hát igen, tehát az már olyan mértékben science fiction, hogy már a szélhámosság az csak egy mellékkörülmény az egészhez. Tehát, hogyha ha szélhámosságot követnek el egy idegen galaxis általunk teljesen ismeretlen bolygóján, általunk még feltérképezetlen életformák, akkor azt nem szélhámos filmnek fogjuk elnevezni, hiába szélhámos film. Legénybúcsú, önkéntesek, Tom Hanks. Ezek miféle filmek? Ezek alapján kéne nekünk a Tom Hanks-el kapcsolatban megváltoztatni a véleményünket? Nem fogjuk. Dramaturgiailag az, írja Smiley-zva Zsolt, mármint, hogy ez egy szélhámos film, mégiscsak. Hát én nem tudom, én mégis vitatkoznék. A Following című film, az egy nagyon jó átverős film, írja nekünk G. Aztán kiváló csodás magyar szélhámos film a Nyom nélkül, Cseh Tamással a főszerepben. Amúgy Robi, hajrá, király vagy. Várjál, írja még. Ja igen, hogy nagyon tetszett a könyv, meg stb. Ja, hát ez igazán, igazán kiváló, ennek nagyon örülünk. Szóval te személy szerint hányast adnál a Kapjál, ha tudsz című filmre? Hát én nézhető filmnek tartom, 7-est. Igen, szerintem is egy 7-es. Mi azt jelenti, hogy egy igen jó filmről beszélünk, amelynek a kisebb ízlésbeli hiányosságai azok nyilván, mint minden esetben annál bántóbbak, minél inkább kívánkozna följebb. Az alapkoncepció, a színészi játék, valamint a forgatókönyv alapján az adott film. Ez a Kapjál, ha tudsz című film, amely Steven Spielberg rendezett 2002-ben és 135 percen keresztül tart igényt a figyelmetekre. A hírblokk után pedig további két szélhámos filmmel jövünk. 0629-986-98 az SMS szám, erre írhattok nekünk, és továbbra is a szélhámos filmek körében próbálunk meg néhány jobb darabot találni és ajánlani a ti figyelmetekbe. Eddig a Nagy Balhé és a Kapjál, ha tudsz című filmekről beszéltünk, és igyekszünk növelni a csapásszámot. Időben is, meg minőségben is próbálunk előrelépni. És a következő film, azt én ajánlottam a Robinak, aki ezt még nem ismerte, és ahogy mondta, nem egyszerűen az első ilyen film, ez az első argentin film, amit életében látott. Ez pedig a 9 királynő. Már néhányan írták SMS-ben. Egy pár évvel készült, nem tudom pontosan látott, hogy hányban? 2000-es film. 2000-es film, szerintem zseniális egyébként, viszonylag kevésbé ismert, pedig magyarul kijött DVD-n. És egy filléres költségvetésű film, tehát így igazod
kapcsolódik Argentínának a nemzeti termékéhez, vagy a nemzetgazdasági teljesítményéhez. Igen, erre utalok ezzel. És hát ennek, ebben a közegben is zajlik a film. Tehát ez a csődben vergődő, a saját nemtén hullaszagától elkábult Argentínában zajlik ez az egész, ahol tehát maga Argentína is egy csőbe húzott ország. Tehát, hogy fogalmazunk, a világbank, meg a valuta alap, meg mindezek jól megszivatták Argentínát, és ebben az Argentínában zajlik ez a szivatás, meg ebben az Argentínában zajlik ez a szélhámoskodás, ahol tehát jó, de nem kellenek politikai alapismeretek a film megtekintéséhez. Tehát egy-kétszer elhangzik, ha már tízszer láttad a filmet, akkor ezek nagyon, nagyon élesen bejönnek. Bankcsőd van. Igen, meg van egy jelenet rögtön a film elején, amikor ugye, hát egy ilyen, tehát tele van szélhámos szitál. Egyik jelenetből egy másikba esünk bele, ahol végig át vagyunk folyamatosan verve. És az egyik első jelenetben, amikor az egyik alaptrükköt, ez a pénz visszaadás, hirtelen nagyobb címlet van nálam, bocs, mégis van apró, ezt a trükköt eljátsza a srác, és akkor utána kimenti a későbbi partnere. A partner elővesz a zsebéből egy ilyen csokoládét, és elkezdi enni, és mondja, hogy hát már ez is görög, hová jutott ez ország, és így eldobja. Tehát ilyen kis utalások vannak, de ezek, tehát élvezni lehet a filmet annélkül, hogy pontosan tudnánk, hogy mekkora a GDP hiánya van Argentinának. Bárhol játszódhatna a film, de annyira, komoly intellektuális bázisa van ezeknek a szélhámosoknak, akik ebben a filmben szerepelnek. Azt kell tudni, hogy ez a film, ez valóban szélhámosok károsultjainak a vallomásai alapján készült. Igen, tehát rendőrségi jegyzőkönyvek alapján készítették ezt a filmet. Ugye a szélhámosok károsultjai, azok feljelentést tesznek a rendőrséget. Hát ha nem szégyellik a dolgot. Igen, és ezek alapján, a jegyzőkönyvek alapján írta a forgatókönyvet a Fabian Bielinski, aki egyébként a rendezője is a filmnek. Na most, ha így nézzük, ez a film, ez egy ilyen útmutató ahhoz, hogy hogyan dolgoznak a szélhámosok. Tehát az első 45 percben mondjuk egy ilyen 10 trükköt látunk, ami hát lehet, hogy néhánynak már mi is áldozatul estünk az utcán, vagy így jártunkban, keltünkben. Nagyon-nagyon profin kivitelezett trükk mindegyik. Tehát a szélhámosság lényege, hogy olyannak látszik, mintha jó volna, de hát közben meg lehúzzák az embereket. Tehát mondjuk ez a néne trükk, az mondjuk egy ilyen alapvárosi trükk, ugyanis az kell, hogy sok kaputelefon legyen egyszerre. Na hát az az egyik legzseniálisabb, az az egyik legbrilliánsabb ötlet, amit valaha láttam ebből az átverés kategóriából. Ki az? Nénye? Nem. Ki jön? Bocsánat. Ki van ott? Nénye? Milyen nénye? Elnézést. Tessék. Nénye? Nem, téves. Akkor elnézést. Tessék, ki az? Nénye? Ki beszél? Ki az? Nénye? Nem, téves. Elnézést. Halló? Nénye? Igen, de ki az? Nem ismered meg a kedvenc unokaöcsédet? Fabián, te vagy az? Igen, Fabián vagyok. Édesem, milyen rég nem láttalak, ez ki is csoda? Megfáztál? Olyan rosszul hallak, alig ismertem fel a hangot. Nem. Felugrasz egy kicsit? Nem, nénye. Ugyan meg fogsz ölni, de egy barátommal vagyok, és éppen egy haverhoz megyünk, aki itt lakik a közelben. Csak a kocsim lerobbant a tér közel. Van autód? Igen. Te vettél egy autót? Igen, nem is tudtad. Meg kell nézned, tetszeni fog. Találd ki, milyen színe van. Hogy milyen színe van? Csak azt nem mondd, hogy türkiszkék. Nem. Türkiszkéket akartam, de csak sima kék volt, semmi más. Ez van. De épp megérkezett a tréler, hogy elvontassák a műhelybe. Képzeld, ahogy néztem a pénztárcámat, láttam, hogy nincs egy vasam sem. És akkor vettem észre, hogy milyen közel vagyok hozzád. De Fabián, hogy csinálhatsz ilyet? Ezt ellenőrizni kell, mielőtt eljössz otthonról. Igaz, de ne szidjál tovább, kérlek. Figyelj csak, tudnál nekem kölcsönadni egy kis pénzt, hogy kivezessem a trélert a műhelyig, úgy 50-60 pezót. Aztán elmegyek pénzért, és visszaadom. Nem olyan sürgős, hogy visszaadd a pénzt, de igazán megihatnál egy kávét a nénikéddel. Megígérem neked, nénikém. Jövök és iszunk egy kávét. Figyelj rám, nem akarom egyedül hagyni az autót, érted, de itt marad a barátom, add oda neki a pénzt. Jól van, már is leviszem a pénzt. De biztos, hogy megbízható a barátod?
Hát ez zseniális. Csöket föl a hősünk, a Marcos a kaputelefonon. Hősünk mondjuk, igen. Hát igen, hát bizonyos értelemben is csönget, és egyiket nyomja a másik után, egyik kapucsengőt nyomja a másik után, hogy nénye. És nem tudod elképzelni, hogy mit akar ezzel, hogy nénye. Ott a nénye az egy megszólítás, így szólítja meg az unokaöcsi a nagynénit. Ő pedig senki más nem keres, csak a nagynénit, aki neki nénye. Egy nagynénit, aki 20 éve nem járt már az unokaöcs, és el lehet vele játszani ezt a trükköt. Igen. Tehát, hogy ez egészen kiváló, és lépten nyomon látunk ilyeneket a filmben. Tehát, hogy ez hatalmas ötletbázisra épül a 9 királynő című film, kérdezi a kedves hallgató. Csak nem a Nine Queens, mint igen. Ami egy a féle fogalom, de igen, semmi kétség. Igen. Na most ugye a cím onnét jön, hogy a Weimar köztársaságban csináltak egy bélyeg sorozatot, ahol ugye valami félre ment, és hát nem tudom mennyire ismerik a hallgatók a bélyegek világát, és sem mennyire szerencsére, de hogy ott úgy van, hogy azok a bélyegek a legértékesebbek, ahol valami apró hiba van, tehát hivatalosan annak kéknek kéne lennie, ezek feketék, és ilyenkor ezeket dollármilliókat lehetne adni. Igen, itt a ritkaság, tehát hogy amikor a bélyeg sorok meg a bélyeg blokkok készítése során valami hiba csúszik a működésbe, mármint a gyártó sor működésébe, akkor készülnek ezek a felbecsülhetetlen értékű bélyegek. Szerintük, igen. Mert szerinted ezeket szándékosan rontják el? Nem, gondolom, csak tehát, mindent is szeretem a bélyeggyűjtőkét, de hát azért mégiscsak ezek kis papírok. De akárhogy is van, az értékét valaminek, az szabja meg, hogy mennyit lehet érte kapni. Olyan kanál, ami lyuk van, vagy olyan tipp, ami lyuk van, az nem értékes, tehát... De miért is a csillogó gyöngyök, meg a csillogó fémek, azok mitől értékesek? Hát felhasználási értéke. Az acél keményebb, a zseblámpa pedig jobban világít. Miért mégis az arany az értékes, meg a platina? Hát azért, mert kevés van belőle. Hát, hogy attól, hogy kevés van belőle, most miért annyit? Hát most ne a szendvics, az megeszem, az értékes, mert azzal attól jól lakom, azzal meg nem lehet megenni, akkor az mi? Hát, ez már csak így alakult történelmileg, erre nem nagyon lehet mást mondani. Aztán mégis elmondhatjuk, hogy ennek a bélyegnek a hamisítása az rendkívül sok időt és rendkívül nagy szakértelmet igényel. Aztán, amikor megsemmisül a hamisított darab, akkor a hőseink figyelme... Vicces körülmények között egyébként. Igen, az az eredeti darab felé fordul, és aztán később kiderül, hogy amit arról azt hittük, hogy hamis darab, az hamis darab, de amiről azt hittük, hogy eredeti darab, hát az se túl eredeti. Igen. Itt szállt meg Esteban Vidal. Vidal Gandolfo. Tudom. Hatalmas vagyon. Sietős távozás az országból. Parlamenti nyomozás. Számüzetés Venezuelába. 500 millió dollár. Akármi is ez, túl sok neked. Van egy hobbija. Van 500 milliója. A hobbiára. És mi az? Bélyegek. Nem volt neked egy... Sógorom. Bélyeggyűjtő, igen. Nagyon ismert volt. Berta nővérem férje volt. Az, aki Kavanában él. Igen, az én gazdag nővérem. A férje 8 vagy 9 éve halt meg, és ráhagyta az egész gyűjteményét. Beleértve a 9 királynőt. 9 királynőt? A 9 királynő egy bélyeg sor a Weimari köztársaságból. Hiányos, és nagyon ritka. És nagyon értékes. Mennyit ér? Nem tudom. Még nem volt időm felbecsülni az értékét. És ezt akarod eladni Vidal Gandolfónak. De ez a nővéredé. Nem a nővéremét. Nem az övét. Ő sosem adná el. Szerinte emlékezteti őt a férjére és a házasságukra. Hát akkor? Ha? Figyelj! Meg tudtam nézni. Tanulmányoztam. Lefényképeztem. Hamisítottad? Életem műve. Eredeti papíron. 1920-ból. Kézzel készítve, perforációról perforációra. És ez itt, a fotón, ez az, amit készítettél? A trükk az időn alapszik. Tudom, hogy nem állnak ki egy laboratóriumi ellenőrzést, de a fickot már holnap reggel kiviszik a repülőtérre, tehát nincs már ideje ellenőrzésre. Épp ezért még ma el kell adni neki.
Vissza kell élnünk azzal a ténnyel, hogy ő azt hiszi, hogy most vagy soha. Megszivatjuk. De miért rám gondoltál? Szarul voltam, és megláttam a nővéret. Gondoltam, tényleg, miért ne te? Annyi idő eltelt. Váratlan volt, nem? De itt vagyok, és megbízom benned. Kétségbe vagy esve. Engem hívtál, mert nincs más lehetőséged. Adnék neked 20%-ot. Nem. Nem, figyelj. Elmagyarázom a helyzetet. A százalékot nem te határozod meg, hanem én. Mert az egyértelmű, ha én most elmegyek, az egyetlen, amit ma elérhetsz, az egy beöntés a kórházban. Hallgass meg. 73 éves vagyok. Már nem lesz sok lehetőségem. De ez az enyém, tényleg az enyém. Ne basszál ki velem, Markus. Akkor hívok mást. Nem. Ha tudnál mást hívni, már megtetted volna. Mennyit akarsz? 90%-ot. Őrült vagy. Nem. A markomban tartom a golyóidat. Csináljuk 50-50-ben. Nem fogok veled alkudozni. És nem fogsz másik ajánlatot kapni. 10%. Vagy semmi. Nulla. Nem én kerestelek. Épp ellenkezőleg. Sosem tanulok. Egy seggfej vagyok. Nem vagy seggfej, csak rád ijesztettem. Ez is az a szituáció, amikor a filmnek a legeslegvégéig nem tudod, hogy mi zajlik a szemed előtt. Igen. De közben nagyon jól szórakozol, mert rengeteg kis átverés vezet el téged a csúcspontig, amikor leomlik a függöny, vagy a mája fátyol eloszlik, és akkor meglátod, hogy valójában mi az, ami ki az zajlott mindvégig. Igen. Igen. Szóval itt annyira, de annyira megvan vezetve a néző és a főhős, annyira, de annyira, nem mondjuk, hogy melyik, mert két főhőse is van a filmnek, annyira, de annyira nagy meglepetés várt itt tirátok a végén, és amiről azt hiszitek, hogy na, az tutira úgy van, persze, biztos ő nem tudja, hogy az nem úgy, hanem amúgy, de nem, mert az egész nincs. Tehát így nincs is úgy, se egyáltalán. Igen. Nehéz erről úgy beszélni, hogy ne lőjem el a Nem lőjük el a poént. A lényeg az, hogy ez az a film, amit kétszer fogsz megnézni. Én, amikor először láttam, hopp, akkor ezt nézzük gyorsan újra, és gyakorlatilag az első 30 perce a filmnek sokkal érdekesebb akkor a másodszor nézed. De még frissen másodszor nézed, mert akkor derül ki, hogy ezek mennyire nagy színészek. Hát ami a nagyon vicces, még szintén nagyon vicces, és ilyet sem láttam még az életemben, hogy a főhősnek, Juannak a film egész végén, egész teljes hosszán keresztül jár a fejében egy dallam, de nem tudja, hogy micsoda. Nem tudja, hogy micsoda, pedig ott így majdnem eszébe jut, és azt is tudja, hogy Rita Pavone, de nem tudja, hogy mi, és a filmnek az a legvége, hogy eszébe, hogy tényleg ez az, megvan. A Kilenc királynő című filmről beszélünk, ez a zene, pedig ahogyan felcsendül a filmben, ez annyira posztmodern, ez egy posztmodern gag, mert az nagyon ritkán fordul elő. Óvatosan használd ezt a szót, hogy posztmodern, mert inkább ijeszti az embereket, mint vonzza. De nem az a... Ez egy jó film, úristen, ez egy jó film! Ne higgyétek el, hogy posztmodern. Az, hogy a cselekménynek az egyik pontján az egyik szereplő kiszól a filmből, tehát kiszól a filmnek a teréből, és megszólal ez a zene a vége főcímben, a stáblista alatt, ez szerintem brilliáns. Tehát, hogy ez olyan, jó, fogalmazhatunk úgy is, hogy egy nagyon vicces ötlet, és akkor nem ijednek el a hallgatók. Így van, köszönöm. Szóval, azt kell érteni, és azt kell látni, hogy ezek a szélhámosok, ezek mennyire irtóznak az erőszaktól. Tehát, hogy mennyire nem rablók ezek, sőt, még csak mennyire nem is tolvajok ezek. Igen. Ezek egy végtelenül békés figurák, csak valahogy meg kell élniük, és ezért ők ügyeskednek. Tehát, hogy ők úgy döntöttek, hogy ők úgy fognak megkárosítani téged, hogy amikor rájössz arra, hogy megkárosítottak, akkor te már ne legyél ott. Akkor ők már ne legyenek ott. Tehát az a lényeg, hogy ők kerülik azt a szituációt, amikor konfrontálódni kell, amikor te
a szemükbe nézel, vádlón a szemükbe nézel, és azt mondod nekik, hogy maga az ember. Ez mindvégig, mindvégig a jó hiszemű és a kölcsönös megbecsülésen alapuló kapcsolatra törekszenek, és közben kizsebelnek, ők kerülik ezt a szituációt, tehát hogy ők azt akarják, hogy amikor ő tátkozod őket, akkor ők már ne legyenek a képbe, akkor ők már távol legyenek, mert ők gyűlölik a konfrontációt, ők gyűlölik az erőszakot, és ők nem szeretik, hogy nem akarnak jelenetet. Tehát, hogy kivéve az egyik szereplőt, aki kifejezetten jelenet profi, tehát jelenet a specialitása. Hogyan kell őszinte jelenetet csinálni? És növelni kell a csapásszámot mindig. Tehát amikor gyanúsá válsz, akkor föl kell háborodni. Mit képzel? Tehát, igen. Na most, én voltam Arábiában, nagyon sok felé voltam. Egyiptomban, Libanonban, voltam Palesztinában, meg voltam Szíriában, Gázában, sok felé. Az arabok, azok sokszor viselkednek itt. Tehát megállapodsz valakivel, mondjuk akár egy taxisofőrrel, hogy 30. Aztán amikor megérkeztek, akkor 50-re emlékszik. És akkor hirtelen fölháborodsz, és azt mondod, hogy mi az, hogy 50? Megállapodtunk abban, hogy 30. És Rabiában nagyon jó. És abban a pillanatban, hogy ez a dolog így merül fel, hogy ne akarjon már átverni, abban a pillanatban így hátralép kettőt, és mondja, hogy okay, my friend, I am sorry, my friend, okay, it's 30, because you're my friend. Szóval, hogy ezt kell látni, tehát ők irtóznak a konfrontációtól, és abban a pillanatban ő bepróbálkozik a maga részéről, ügyeskedik, és abban a pillanatban, hogy látja, hogy ez nem működik, ő nem fog belemenni a frontális összecsapásba veled, most a szélhámosokat körülbelül ilyen távol faragták. Milyen zsugori vagy? Zsugorit mondtál? Ja, megsértettél? Mindenki ezt tenné, ha tudná. Szerinted mindenki pont olyan, mint te? Mint én? Igen. A többség. Csak nincs elég vér a pucájukban megtenni. Még jó, hogy azért nem mindenki ilyen. És vannak a becsületesek. És itt vagy te is. Te lennél a... Mire célzol? Szerinted tolvaj vagyok? Vagy mi? Nem ölök embert, nem használok pisztolyt. Ezt csak az ostobák csinálják. Tudod, kik a tolvajok? Az a kettő ott. Várják, hogy valaki a járda szélén. És az. Most nézzék ki, kinél lehet valami értékes. Itt vannak, de észrevétlenek. Látod? Erről az. Vannak, de nincsenek. Ezért kell vigyázni a táskádra, az értékekre, az ajtóra, az ablakra, az autódra. A spórolt pénzedre. És a seggedre. Mert itt vannak ők, és mindig is itt lesznek. Tolvajok? Nem. Igazi profik. Lopnak mindent. Mindenhogyan és mindenhonnan. A kocsidból, a zsebedből, a táskádból, a hitelkártyádról, az utcán, a metrót, a stikában. Erőszakkal. Mindenki másképp. Oroggal, vagy csak egy tűvel. Sokat adnak hozzá a filmhez az érdekes fizimiskájú karakterek, írja nekünk a kedves hallgató. Hát tény, hogy ebben a filmben ilyen nagyon hihető mindennapi arcok vannak. Tehát ugyanúgy hibással kinézettünk, mint a mi mindennapi kinézettünk. Tehát nem ilyen faragott királyként, nem Hollywoodi színészek. Igen. Igen. Szerintem a Vadvágyak is remek átverős film, írja nekünk Zotya. Aztán... fölmerül, hogy a tégla, mármint mindkettő, tehát az eredeti, ugye a szigorúan piszkos ügyek és a tégla egyaránt, egyik sem az. Tehát, hát mi itt őket a kémfilmeknél vettük, azt hiszem. Igen, de gangsterfilmeknek is bátran nevezhetjük, igen, de hogy nem átverős és nem szélhámos filmek, az biztos. Azért beszélünk szélhámos filmekről, mert pont előző bejátszóban, tehát a pisztoly az egy piszkos dolog. Igen. A Bluff. Nem, a Bluff sem szélhámos film. Van benne egy nagy átverés, de egy nagy húzás, de az nem egy szélhámos film. Jackie Brown. Na, az már inkább. Az már inkább hajlik arra. De az sem igazán. Nem ez a életvitele. Összes film, amit most nézzük, életviteli szélhámosokkal foglalkozik. Tehát akinek ez a élete, hogy folyamatosan átverjenek. Te hányast adsz a Kilenc királynő című film? Hát én 9-est adok Kilenc királynőre. Uh-huh. Egyik kedvencem talán. Én 8 és felet adnék rá, nem tudom. Tehát így, akkor én 9,2. Szerintem ez a film, ez mindenképpen egy megtekintésre érdemes film, és akármennyi be is kerül, gondolom, hogy egy ilyen 5 kilóért azért hozzá lehet jutni a TK-ban. Hát annyit garantáltan megér, és nem fogjátok úgy érezni, mint hogyha egy szélhámos átvert volna titeket. 0629 98 98 az SMS számunk, erre írhattok nekünk. Kérünk is titeket, hogy tegyétek meg, hogyha a szélhámos filmek kapcsán eszetekbe jut bármi, akár olyan film, amit még nem említettünk, akár olyan adalék, amelyről még eddig nem szóltunk, vagy bármi érdekes szempont, amely gazdagíthatja a műsort. Gondolkodtam ezen a Catch Me If You Can, vagy mi ez, Kapjál, ha tudsz című filmen.
hogy hogyan lehetett képes ez a hülye gyerek, ez a Frank Ebbingnél, aki nem tudom én, 17 vagy 17 évesen követte el ezt az égbe kiáltó szélhámosságot, hogy mondom, a banki szektort valami 3 millió dollárra károsította meg ezekkel a hamis csekkekkel, amelyeket készített. Közben kiadta magát repülőgép pilótának a Pan American légitársaságnál, meg orvosnak. Orvosnak, börtönőrnek. Egy időben börtönőr volt egyébként, miközben a FBI kereste, ő egy börtönben volt a ilyen ellátmányi résznek a vezetője. Szóval, hogy tudta ezt megcsinálni? Hogy lehetett valaki ennyire sikeresebben ilyen kölyökként? És rájöttem arra, hogy pont azért, mert ennyire fiatal volt, és pont azért, mert annyira tévésorozatokból tanulta meg a szakkifejezéseket az orvosi karrierjéhez, ilyen kórház sorozatokból. Igen, igen. Kis ilyen egy gyerek életébe került egyébként. Igen, igen, igen. Szóval, hogy ha 10 évvel idősebb, valószínűleg lebukik. Mert ilyen gátlástalanul, 10 év tapasztalattal a háta mögött már nem járhatott volna el, hanem egyszerűen annyira gátlástalanul adta elő, hogy a legcsekélyebb gyanú nem merült fel az ő személyével kapcsolatban. Hát egy 17 évesen kiadta magát 28 évesnek. Igen. Tehát, hogy annyira sima volt a splinje a kölyöknek, hogy ez emelte őt minden gyanú fölé. Hogy már csak ezért is érdemes, és ehhez például kiváló a DiCaprio. Tehát a kölyök képű szerepében a DiCaprio mindig jól teljesít, ezúttal sincs ez másképp. Viszont amiről most beszélni fogunk, ja hát itt írja nekünk a kedves hallgató Gergő, hogy a tehetséges Mr. Ripley. Hát szerintem nem is annyira tehetséges, és ráadásul eléggé, hát szerintem ilyen túl volt az nagyon hype-olva az a film, nekem nagyon nem tetszett. Meg, hát tehát, az nagy csalódás volt, nem az meg a szélhámos műfaj, tehát nem erről az éles stílusról szól, hanem egy nagy átverésről, ami még nem teszi be ebbe a kategóriába, tehát az átverős filmek. Kaiserszózé sem szélhámos, hanem gangster. Más a helyzet, ha valaki ügyesen kivágja magát egy szorult helyzetből, és más a helyzet, ha valaki szélhámos és életmódszerűen ebből él, és erre alapoz az egzisztenciát. Ez a benne a személyben, ön szélhámos. Ezt kell, hogy értsétek. Tehát, hogy a szélhámos film nem attól szélhámos film, hogy szélhámosság van benne, hanem hogy szélhámosokról szól. Akkor ezt most ugye tisztáztuk, kedves hallgatók, ennek szellemében járjatok el a következőkben. Ennek szellemében jön most egy filmben, nem szélhámosok vannak. Illetve hát attól függ, ahogy veszük. Éppen, hogy nagyon is. Ugye kik a hivatásos szélhámosok? Akiknek valóban ez van benne a személyében. Igen, igen, akik törvényesen szélhámoskodnak, ezek a sőt, bűvészek. Sőt, élvezzük őket. Ők a bűvészek, igen. És kérjük, hogy szélhámoskodjanak velünk. És hát a legjobb film, amit bűvészekről valaha készítettek, ez egy ilyen steampunk krimi, vagy egy ilyen történelmi science fiction. Ez a Tökéletes trükk című film, ami hát azt lehet mondani, hogy az egyik legjobb film, amit az utóbbi fél évtizedben láttam. Tehát azt gondolom, hogy az elmúlt évek talán legjobban sikerült filmje, vagy az egyik. Tehát, hogyha mondjuk ha az öt legjobb filmet kéne elmondanom az elmúlt fél évtizedből, akkor köztük lenne. Döbbenetes párhuzamok vannak között a film között és a Batman között. Mind a kettőben a kisegítő inast, hogy is hívják játsz, az öreg angol színész, milyen neve? Michael Caine. Ez nekem egy kicsit beárnyékolta a filmet. Miért? Nem szereted Michael Caine-t? Nem, szerintem túlságos, tehát túl sok ehhez a szerephez. Tehát ő mindig az a csokárnyökkendős, elegáns. De most miért mondod, mikor ebben a filmben a Michael Caine a nagymester? Mármint Cutter. Most Cutter a nagymester. Ő az, aki minden... Nem. Ő nem színpadi kellékes, ő a trükkmester, ne haragudj. Hát mi az, hogy színpadi kellékes? Ő az, aki mindent tud. Ő az, aki mindennek mögé lát. Ő az, aki jókor mindent ért. Tehát, hogy ő róla derül ki, hogy ő az, aki és ő áll a legmagasabb erkölcsi magaslaton. Tehát, hogy ő olyan, viszont olyan az, színvonalon... Nem látunk a színpadon. Ő mindig arra az oldalra áll, ami a helyes oldal. Persze van, amit ő sem ért, vagy amit ő sem ér fel, de az már természet fölötti. Vagy hogy mondjam, az már a science fiction világa. Amit a bűvészetről tudni lehet, az Cutter tudja, és amit az emberségről és jóságról és az erkölcsi döntéshozatalról tudni érdemes, azt Cutter bírja. Tehát, hogy azért de én azt gondolom, hogy Michael Caine kicsit sem sok. Újra fogalmazok. Azért sok Cutternek, mert ő egy vállalható arc. És amikor te egy ilyen trükkmesterre gondolsz, aki mindig a háttérben van, és ő szervez, akkor azt gondolod, hogy egy csúnya pupos ember, aki azért nem lett szuperbűvész, mert vállalhatatlan az arca, mert senki nem hinni el róla, hogy becsületes, és nekem ez egy kicsit itt megbicsaklott.
Kaptunk egy SMS-t. Filmklubra járok a fősulira. 17 ezerért egy fél évre. Az is egy nagy átverés. A ti kurzusotok sokkal jobb, írja nekünk a kedves hallgató, azt írja, hogy gratulálna. Persze, azért, mert mi úgy verünk át téged, hogy azt se tudod. Tehát te azt gondolod, hogy ez egy olyan kurzus, ami olcsó, és sokkal jobb, mint a 17 ezeres. Miközben a karvajtőke. Ja, nagyon jól tudhatnád, hogy milyen rejtek utakon húzzuk ki a zsebedből a pénz, mint a médiában. Már megint felmerült a Riviera vadorzói, és én újra nem mondhatok más, mint hogy a Riviera vadorzói a legjobb átverős vígjáték, a legjobb szélhámos vígjáték, amit valaha láttam életemben. De azt gondolom, hogy a tökéletes trükk, és megint csak Michael Caine, mert hogy mindkét My filmben Michael Caine játszik, az meg szerintem egyenesen a legjobb átverős film. A tökéletes trükknek az egyik legnagyobb erénye számomra, hogy nagyon-nagyon jól ragadja meg a hangulatot a tárgyi világában. Tehát a két főszereplő az annyira tipikusan annak a kornak a születtem, amiben a film szól. Tehát ez a 1870-es, 80-as, 90-es éveknek a ugye, mozi és tévé előtti kor, amikor mindenféle őrültséggel kábították az embereket, és ilyen-olyan nevű, akár a Nagy Danton nevű mágusok szaladgáltak fel a világban. Tehát a színházon kívül semmilyen más szórakoztatás nem volt nagy tömegeknek elérhető. Voltak ugye a lapok, amiket néhányan felolvastak, tök izgalmas volt, meg voltak ezek a szemfényvesztők, akik elképesztő dolgokat adtak el, egyébként a mozit is részben ők futtatták föl, mert az egy kellék volt számukra, a mozigép. Őket a Christian Bale, ugye jól emlékszem, ő van benne. És a Hugh Jackman tökéletesen alakítja. Tehát két annyira jó archetipus ebből a műfajból. Kiváló. És a Hugh Jackmanre se lehet egy rosszabbunk se, pedig hát ő nem egy Christian Bale, azért ezt tudjuk. Hát egy Wolverine, de itt kilép a Wolverine szerepből. Tehát ez a ezt csinálja a karakter. Ennél sokkal többet tud mutatni ebben a filmben. Igen. Valóban mindkét hős nagyon ott van. Tehát nagyon, erre a filmre azt merem mondani, hogy ez a film, ez hibátlan. Ez jóformán makulátlan, ez a film, azt tudom mondani. Kaptunk egy SMS-t. Az a film megvolt, amiben Natalie Portman Nicolas Cage lányát hazudja, Ridley Scott rendezte, a címét nem tudom. Ez a Trükkös fiúk című film. Igen. Hiszem, hát azért sem voltam nagyon odáig, az igazság. Semmi különös, egyszer láttam, megnéztem. De össze ne téveszétek a Tökéletes Trükk című filmmel, ami pedig egy mestermunka. Mi történt, Robert? Egy gumilabda, igaz? Köszönöm. Egy gumilabda? Nem az. Ez nem az. Nem közönséges labda. Varázslabda. Van egy új trükkje. És jó. A legjobb, amit valaha láttam. Megtapsolták. Túl jó volt, túl egyszerű. Felfogni sem volt idejük. Csapnivaló bűvész. Nem, remek bűvész. Csak előadónak csapnivaló. Nem tudja elég jól tálalni a mutatványt. Hogy csinálja? Hasonmás. Nem, az túl egyszerű. Ez annál összetettebb. Nem ismeri a trükköt, azért hiszi. A végén a hasonmás jön ki, másképp nem lehet. Háromszor láttam a mutatványt. Tudom, hogy ugyanaz jön ki, aki bemegy. Nem az jön ki. Ugyanaz jön ki a másik ajtón, higgyen már nekem. Ő jön ki. Kitömött kesztyűt húz a kezére, mégis lehet látni, hogy csonkák az ujjai. Ő nem tudja a mutatványt tálalni, de én igen. Igen, ez lehetne a műsor főszáma. Igen. Ő ellopta az életemet, én ellopom a trükkét. Találnunk kell valakit, aki hasonlít magára. Ő nem használ hasonmást. Fogalmam sincs, hogyan csinálja Borden, és maga vagy kivárja, amíg Borden visszavonul, és eladja a trükköt, vagy pedig rám hallgat. Én pedig csak egyetlen megoldást tudok. Keresnünk kell egy jó hasonmást. Rendben. Nézzenek meg jól, és kutassanak fel! Hát ebben a filmben ebben nagyon-nagyon különös dolgok történnek. Két embernek a rivalizálásáról szól a cselekmény. Robert Angier és Alfred Borden, azok, akik az a két fiatal bűvész, akik az új generációját jelentik ennek a szakmának a 19. század második felében Londonban.
ugye ez ugyanaz a korszak, csak nem szoktuk összekötni, tehát ez a konfliktusoknak, meg a kemény kalapoknak, meg Charles Dickensnek akkor a Angliában, amikor Amerikában éppen a legkeményebb veszkó világ van, tehát ez a western, ez ugyanaz a korszak. A western részeken, tehát a városok, azok már ugyanúgy néznek ki, mint Európában. Azok londonszerűek, a vidék az pedig maga a western világ. Na most ebben a korszakban zajlik ez a film. Itt a hős Robert Angier elveszíti a feleségét, mégpedig Alfred Bordennek a közreműködésével, az ő hibájából, és aztán egy nagyon kemény rivalizálás alakul ki a két fiatal bűvész között, amire hát így nagyon keményen rámegy mind a kettőjüknek az élete, meg mind a kettőjüknek a sorsa. Itt nincsen kegyelem, teljes önfeláldozás, mindkét fél maximálisan mindent odadob annak érdekében, hogy a riválisát legyen. Megtévesztés életre halálra. Igen, na most itt olyan, itt az illúzióknak, itt az átverésnek egy olyan mélységében, egy olyan sötét mély vermében ereszkedünk alá, hogy azt el sem tudjátok képzelni. Ha nem láttátok a Tökéletes trükk című filmet, akkor fogalmatok sincsen arról. Tehát, hogy itt nem pusztán arról van szó, hogy fel van építve egy poén, hanem itt nagyon sok egymással párhuzamos átverés van fölépítve, de nem 5 percben, tehát hogy mint én 20 perc alatt felépül egy, akkor az elsül, akkor azt hiszed, hogy na ez volt a nagy durranás, és akkor arra épül rá egy másik, a másiknak a részéről, oda-vissza megy, és a végén mind a kettő egy nagyon nagy halálos nagy poénnal készül. Ez még hozzá kell tenni azt is, hogy a szélhámos az egy dolog. A szélhámos, ha egyszer átvert, akkor utána lepleződik a trükk. Na most a bűvésznél ez nem így van. A bűvész abból ér, hogy a trükk soha ne lepleződjön le. Tehát semmilyen módon nem került ki a sémája a trükknek. El is hangzik konkrétan, hogy a trükk az csak addig különleges, és csak addig kápráztatja el a nézőt, ameddig nem ismeri a titkot. Igen. Ha megtudja a titkot, abban a pillanatban a bűvész egy pojáccává válik a néző szemében, és már nincs rá szükség, már ki is dobta a francba. Tehát, hogy és ezt a film is tudja egyébként. Tehát végig olyan trükkökben tart minket, amiről azt hinnénk, hogy jó, ezt tudjuk, hogy megy, de nem úgy megy. Tehát könnyű volna a megfejtés, viszonylag könnyű, és akkor rájössz, és akkor nézed tovább a filmet, és hopp, hát én voltam az egyszerű, könnyen átverhető néző, mert ennél azért sokkal bonyolultabb a helyzet, és ettől jó. A hatalmas ebben a filmben az az, hogy ugye a bűvész az hogyan ver át téged. Mindig úgy ver át, hogy ő úgy csinál, mintha varázsló lenne. Nagyon kevés bűvész annyira extravagáns, hogy így fogalmazzak, mint például Rodolfo volt, aki azt mondta, hogy vigyázat, csalok. Tehát az erre az erkölcsi magaslatra kevés bűvész tud felkapaszkodni. Igen, szociálista elitkultúra kell hozzá, hogy valaki így működjön. Isten tudja, hogy ez ebből fakadt-e, hogy ezt megkövetelték-e a pártbizottságokban. Minden esetre a bűvészek többsége az folyamatosan kelti a misztikus ködöt a mutatvány körül. Hát holott, ami nélkül meg látszana maga a mutatvány. Holott ami... ennek a hátterében egy kiábrándító titok van, ami a trükknek az alapja, amit ha megismersz, onnantól kezdve nem tudsz már rajongani sem a produkcióért, sem a bűvészért. Legfeljebb azon röhögsz, hogy a többieket, hogy átverték. Hát esetleg jobb esetben azon röhögsz, hogy téged hogy átvert korábban, hogy milyen hiszékeny voltál. Na most általában a bűvész azt állítja, hogy ami itt zajlik, az mágia, az varázslat, pedig valójában csak szélhámosság. És itt a filmnek a végén megtörténik a kopernikuszi fordulat, tehát hogy itt egy valóban 180 fokos fordulatot vesz a bűvész attitűdje. Ugye Robert Angier egy olyan eszközhöz folyamodik, amely eszköz a tudományos fantasztikumnak a világába vezet bennünket, ezért is hívjuk ezt a filmet steampunknak, mert a múltban játszódik, de mégis egy sci-fi. Mert itt sci-fi elemekkel gazdagodik a szélhámosság. De alternatív múlt, ugye ez a egyik jó definíciója. Igen. Ugyanis belép a képben Nikola Tesla, a hontalan tudós, aki igazából nagyon sok nemzet... Aki David Bowie játszik. Igen, nagyon sok nemzet követel magának, mert ugye szerb származású, de horvát faluban született, és közben Csehszlovákiában élt, és amerikai állampolgár. Tehát nagyon bonyolult a helyzet. Minden esetre a modern tudomány, ahogy sokan hívják, a második ipari forradalom legtitokzatosabb alakja volt. Tehát minden találmány mögött ott volt egy kicsit, már majdnem ő találta fel a telefont, már majdnem ő találta fel a nem tudom micsodát, de mégsem ő. Tehát ő egy ilyen másodhegedűs volt, és tele volt nagyon-nagyon furcsa ötletekkel. És az egyik ilyen furcsa ötletet karolja fel ez a film. Hát ez pedig a teleportálás elmélete és gyakorlata. És mi zajlik itt a végén? Miben is áll ez, amiről próbáltam beszélni, hogy hogyan fordul meg a bűvész attitűdje? Itt
a bűvész egy valóban tudományos műveletet hajt végre a színpadon, amiről azt hazudja, hogy trükk. Mert ha az emberek megtapasztalnák tudom, ezt... Tudományos, fantasztikus műveletet, ezt tegyük hozzá, tehát ilyen nincsen. Igen, de lehetett. Tehát hogy tényleg teleportál. Nem teleportál, nem így pontos, csak hát ezt igen. Már nem mondjuk el. Igen, ezt már nem mondjuk el, mert azzal tönkretesszük az élményt a nézőnek. Igen. Teleportál, de nem. Igen. Több annál. Több, pont a duplája. Igen. Szóval ami ebben a filmben történik, az egy akkora átverés, hogy itt magát a szélhámosságnak a folyamatát fordítja ki önmagából. Tehát itt megtörténik az a művelet a bűvésszel és a bűvészettel, a szélhámossal és a szélhámossággal, ami az eddigi filmekben, meg úgy általában az általunk ismert vagy elképzelhető szélhámosságban, mindig csak az alannyal, mindig csak az átvert személlyel történik meg. Itt mindenki fordul magából. Volt egy film, most sajnos nem jut eszembe a magyar címe, ami a Star Trek-et parodizálta, és Galaxy Quest volt a angol címe, és ott volt az, hogy egy nagy Star Trek rendezvény van, és pont oda esnek a Star Trek űrhajóval, és pont kilépnek belőle a Star Trek színészek, és mindenki azt hiszi, hogy ez megrendezett, de ez a valóság. Tehát, és valóban kijönnek a szörnyek, és valóban szétlövik őket, és azért tapsolnak, mert milyen jól eljátszák a Star Trek-et, de ők maguk a Star Trek. Tehát itt is nagyon hasonló a helyzet. A sikerünkre. Az igazgató nem látott még ekkora ovációt. Ő legalább látta. Én a színpad alatt bujkáltam. A nézőket egyáltalán nem érdekli az, aki eltűnik, csak az, aki a másik ajtón kilép. Engem érdekel, aki eltűnik. Köszönöm. Esetleg szerepet cserélhetnénk a mutatvány előtt, akkor Ruth kuksolna odalent. Nem, a nézők ráhangolásán múlik minden. Magának jó érzéke van a feszültségteremtéshez. A Ruth kinyitja a száját, elszáll a varázs. Ő nem tud felkonferálni. Hogy ne tudnék? Én vagyok Kalaj Dalton? Maga féleszű bolond! Vesse le a jelmezt és legyél a maszkot! Bármelyik percben bejöhet valaki! Őszintén gratulálok. Az élet kevés ilyen pillanatot ad. Sokat dolgoztunk. Most ünnepeljünk végre. Mi a baj? A feleséged? Nem, a mutatvány nem elég jó. Borden is semmi a tiédhez képest. Nincs stílusa. De ő nem a színpad alatt bujkálva fogadja a tapsot. Meg kell tudnom, hogyan csinálja. Miért? Hogy még jobb lehessek. Szeretném, ha neki dolgoznál. Ugye most csak tréfálsz? Te leszel a kémem. Menjek el most, amikor sikerünk van végre. Csak így juthatunk előbbre, gondolj bele, Olivia. Sikerünk van Cutter trükkváltozatával is, de ha az igazival állnánk elő, az lenne a legnagyobb mutatvány, amivel valaha felléptek. Tudja, hogy neked dolgozom. Éppen azért fogad el, mert a titkomat akarja. Miért bízna bennem? Mert igazat mondasz neki. Jó kislány. Úgy tűnik a filmben végig, minthogyha a két hős, Robert Angier és Alfred Borden egy életre halálra vívott párbajt rendezne egymás közt a nézőknek a szeretetéért, a nézőknek a visszaigazolásáért, azért a sikerért, ami tapsban kifejezhető. De ez nem így van, csak így tűnik. Valójában ők egymás vesztére törnek. Úgy, mint az igazi ellenségek. Akik tehát azt kell tudni, az igazi ellenségek közelebb állnak egymáshoz, mint akár anya és fia, akár szeretők, akár bárki az életben elképzelhető. Kevés igazi ellenség. Ha van igazi ellenséged, azzal a sorsod össze van kötve, gyakorlatilag onnantól kezdve ellenségek lesznek a halálotokig. Menthetetlenül. Ebből egy jó iskola példa, Sebezhetetlen című film. Na most itt is valami nagyon hasonló zajlik. Ők igazából egymás életére törnek, a közönség az csak díszlet mindehhez, mint ahogyan a trükkök is mind csak körülmények, mint egy nehezítő körülmények, amikor nem síkfutásban, hanem mondjuk gátfutásban kell egymást legyőzni, tehát nem elég egyszerűen agyonlőni a másikat, hanem ez egy komplexebb pálya, amit teljesíteni kell a cselekmény során. Aztán ahogyan mélyül ennek a két embernek a személyes sérelme, hogy egyre mélyebb és mélyebb sebeket ejtenek egymáson, úgy fizikailag, teszem hozzá, mint érzelmileg, vagy mint mentálisan, úgy mélyül az a bizonyos szakadék, amely elválasztja őket, és amelybe aztán sorban belezuhannak. Azt lehet elmondani, hogy ez egy akkora emberi drámává válik, ez a bűvészkedés, májerkedés, egymás szivatása, tehát ez a szórakoztató történet, ez egy olyan mélységes, emberi
erkölcsi tragédiába torkollik, ami a spárját ritkítja a film történetében. Ez egy brilliáns, ez egy mestermű. Az az igazság, hogy azt kell, hogy mondjam, hogy ez a Christopher Nolannek az egyik legjobb filmje, és azért nem merem azt mondani, hogy a legjobb filmje, mert ott a Memento. De ha a Mementót nem veszük, akkor ez a, tehát ez egy lényegesen jobb film, mint az Inception. Más kérdés, hogy az Inception az a mai ember ízlésének sokkal inkább megfelelő film, mert hogy az egy ilyen nagyon látványos akció jelenetekben gazdag film, nem úgy, mint kedves hallgatók, most azt hallják, hogy Robi megpróbál nem spoilerezni a filmről. Nem érez, most nem volt az. Nem, de az előző etap óta próbálsz nem spoilerezni, mert kaptunk egy SMS-t, hogy túl spoilerezzük a filmet. Na, az arra tényleg vigyázunk. Na most azt kell... És még, ezt nem szabad elrontani. Azt kell még látni, hogy Robert Engiernek, meg Alfred Bordennek, akiket Hugh Jackman és Christian Bale játszanak, az ő rivalizálásuknak a hátterében zajlik egy ezzel párhuzamos rivalizálás, egy legalább ennyire komoly fronton, amely Nikola Teslának és ugye Edisonnak a rivalizálása, akik szintén aféle ellenségek voltak, szintén egymás titkait kutatták, és szintén egymás életére törtek. Hát tudjuk jól, hogy ezt a párharcot ezt Edison nyerte, igen, akiből hát az Amerikai Egyesült Államok történetének legnagyobb tudósa, és meg annyi találmánynak a feltalálója. Hát kb. Úgy forrad bele a pénzbe, mint Dagobert bácsi. De igen, miközben Teslával, aki hontalan volt, vándorolt, semmi pénze nem volt. Egy kis albéletbe halt meg New Yorkban. Na igen, és itt is valami nagyon-nagyon hasonló dolog zajlik. Itt tulajdonképpen Tesla és Edison történelmi kapcsolata lett a filmvászonra vetítve. Tehát attól nagyon nagy stílű ez a koncepció, hogy ebbe a koncepcióba belefért maga Tesla és Edison is, akiknek a rivalizálása a film hátterében az zajlik bizony. Ön tehát a nagy Danton. Mr. Elimar számtalan alkalommal áradozott a mutatványairól. Ebédelt már, Mr. Engier? Valami lehetetlent kérek. Ismeri netán a mondást, a képesség felülmúlja az értelmet. Nem igaz. Az értelem múlja felül a merszet. A társadalom egyszerre csak egy újítást tűr el. Mikor először adtam újat a világnak, látnokként üdvözöltek. Másodszor megkértek, vonuljak vissza. Ezért hát visszavonultan élek. Semmi sem lehetetlen, Mr. Engier, az óhaja csak költséges. Ha megépíteném önnek a masinát, működését puszta illúziónak állítaná be? Ha az emberek valóban elhinnék a színpadon látottakat, taps helyett sikoltoznának. Gondoljon az elfűrészhet nőre. Tisztában van vele, milyen árat kell fizetnie? A pénz nem számít. Talán a pénz nem, de tudja, hogy mi az ára? Félek, nem értem önt. Menjen haza, felejtse el a dolgot. Én felismerem a megszállottságot. Jó, nem származik belőle. Az önéből sem származott? Eleinte igen, de túl sokáig éltem neki, a rabszolgája lettem. És egy napon majd úgy dönt, hogy elpusztít. Ha ön ismeri a megszállottságot, tudja, hogy hajthatatlan vagyok. Ám legyen. Megépíti? Már el is kezdtem építeni, Mr. Engier. Remélem, kedveli a hegyi levegőt, mert eltart még egy ideig. Itt David Bowie játsza ugye Nikola Teslát, és hát feltűnik a filmben a csodálatos Scarlett Johansson, akinek a szépségéhez hát így igazából kevés mérhető volt valaha a filmvásznon. Olyan, aki nő és feltűnt. Aztán itt van Michael Caine Cutter szerepében, és hát ugye a két főszereplő Christian Bale és Hugh Jackman, akik Alfred Bordent és Robert Engiert alakítja. Ez a Tesla Edison kettős, ez nem csak ugye itt szerepel, de most beszéltük, hogy a Family Guy-nak is van egy része, ahol fölmerül. Ez azért van valószínűleg, mert mondjuk 50 éve ez a legyek sikeres, legyek mindent elsőpre nagy milliómos Edison volt a példakép, ma meg nem érte Jenny Tesla. Tehát ma ugye megcsömörödtünk előző példaképtől, mert kiderült, hogy nem működik, most jön a következő. A légy meg nem érte őrült, igen, excentrikus őrült Tesla. Hányasra értékeljük a Tökéletes trükk című filmet? Hát 8,8. Nálam ez a film 10.
Nálam ez a film 10, mert mindent tud, amit egy lélegzetelállító drámának és egy fordulatokban gazdag trükkfilmnek, vagy szélhámos filmnek tudnia kell. Tehát, hogy ez ötvözi a legtorokszorítóbb drámákat a legfordulatosabb krimikkel. Ennél nincs is jobb, vagy ennél nincs is több. Igazából azt gondolom, ez a film ez az egyik, ha nem a legkiválóbb film, amit megtekinthettek. Hát ez volt a mára rendelt Szent Evangélium. Mind a négy filmet ajánljuk megtekintésre, mert szerintünk mind a négy film kiváló, melyet ajánlottunk itt ma nektek. Nagyon-nagyon köszönjük a figyelmeteket. A kollégám is, barátom Fuchs Péter nevében is, én Puzsér Róbert voltam. Hallgassatok a következő egy hétben jó sok rádiókafét, ami belefér a 98.6-os frekvencián. Nagyon köszönjük a figyelmeteket és a sok SMS-t, amivel elhalmoztatok minket. Sziasztok! Sziasztok!